Akkor gyere. Aradról érkezett barátotok, Siska Szabó Hajnalka, már alkot, és meg is nézzük, mit készítesz, mit festesz szépen. Hát egy tavaszi tájkép lesz, virágvasárnapból. Színekből gyaníthattuk volna, hogy a tavaszhoz van köze. Közelettével. És hát van egy tervem, van egy belső képem, és innentől kezdve a kép elkezd élni önálló életét a vásznon, és folyamatosan beszélgetünk egymással, és alakítja magát. Hogy kezdődött a ti barátságotok? Balatonszárszón van a mi kis nyaranunk, és Balaton Szemesen volt a Hajninak egy kiállítása, és meghívott minket fellépni a művelődés házigazgatója, ahol a kiállítás volt. És egyből ráéreztünk egymásra, hogy ha jól fogalmazok, tehát hogy valahogy rögtön olyan baráti kapcsolat lett a miénk, és aztán ugye minden évben. Igen, és azóta minden évben majdnem fellépünk Aradon az ottani kölcsei kör rendezvényein, de voltunk már Zerinden is, ahol a Hajni egy nemzetközi festőtábort szervez, mi pedig itt Pesten szoktunk fellépni a Hajni kiállításain, kiállítás megnyitóin. Mi az, ami közös bennetek? Mi az, ami miatt ez a szimpátia ekkorát dobbantott ott rögtön az elején? Mik azok az értékek, mik azok a... Nyilván a, elsősorban ugye a képek. Tehát ugye a képek szólítottak meg minket elsősorban, hogy volt valamilyen atmoszférája annak a kiállításnak. Másrészt pedig a Hajni személyisége egyszerűen annyira konstruktív, agilis, temperamentumos, és, rendkívül kedves, hát nyilván művész lélekkel rendelkező hölgy ezek. És neked, Hajni, bejön valaki, megnézi a képeidet, megdicséri, na bum, hát ez biztos előfordul. Mi volt bennük különleges? Hát én is úgy éreztem, tehát köszönöm a sok dicsérő szót, de én is úgy éreztem, minthogyha már régóta ismernénk egymást, mintha mindig is ismertük volna egymást, tehát rögtön úgy beszélgettünk, mintha egy ilyen tartós barátság lenne, és így tényleg egy ilyen életre szóló kapcsolat, barátság alakult ki, ilyen első látásra szimpátia, és ugyanakkor azt is éreztem, hogy ők ki tudják fejezni szóban azt, amit én képben. Tehát így a gondolatok, tehát közös gondolati síkon voltunk, kimondott szavak nélkül is. Közben Áron is fest már, neki adtál feladatot ott az asztalnál? Még nem adtam, csak ide jött megnézni a képemet, és akkor így kedvet kapott. Megihlette szerintem. És milyen képeket hoztál még, hiszen kiállítottuk itt néhány képedet a stúdióban? Hát egy részük tájkép, másik egy kicsit ilyen szakralitáshoz közelítő, gótikus belső terek megjelenítése, és hát engem inkább a táj, a környező, a környezetünk ihlet meg, amiből kialakulnak belső képek, amiket azután igyekszem vászonra vetíteni. Úgyhogy én hát a vizet, a levegőt, a fényt szeretném megfesteni, mondjam azt, hogy a víz és fény festője, és akkor innen jönnek a színek is, tehát a kékek, a fény, a zöld, tehát tulajdonképpen az oxigén számomra az éltető erő, belső kényszer a festés, és ilyen belső kinyilatkoztatás, és akkor hát a kékek, meg a sárgákból adódik, hogy a zöld, ott megjelenik a negyedik alapelem, a föld, és akkor a lilák bejön, mint a tűznek a színe, tehát tulajdonképpen így a négy alapelem így belülről jön tudatalattilag. Nektek van kimondottan kedvenc képetek Hajnitól? Van egy a falon. Igen, egy díjnyertes képet kaptunk a Hajnitól, ezt te tudod pontosan elmondani. Hát igen, hogy... mikor, tehát Nagyzerinden a szülőfalum az Arad megyei Nagyzerinden, én Aradon élek, de az Arad megyei Nagyzerinden művésztelepet szervezek már most 17. éve, nemzetközi művésztelep, tehát tényleg most már 5 kontinensről jönnek művészek. Sokan kérdezik, hogy mi fogja meg egy ilyen párciumi kis határmenti faluban a művészeket, hogy szívesen visszajárnak.
és hát ti is voltatok ott, igyekezünk azt a családias és erdélyi vendégszeretetet nyújtani, amit talán máshol nem kapnak meg, és ezért egy ilyen kellemes alkotó légkör alakul ki, és az ott készült képekkel pedig az ország első falusi képtárát gyarabítjuk, tehát van ott egy képtár, és ennek kapcsán a művésztelepre hívtam meg, mert a záró kiállításon mindig a társművészeteket is igyekszünk a kiállításkor bemondni, tehát van egy előadás, és akkor meghívtuk barátainkat is, Mariant és Balást, hogy fellépjenek, és akkor hát így választottak egy képet tőlem, így a barátság zálogaként. A kék korszakából, mert van Hajninak egy kék korszaka, vagy volt, és én ezt a kék korszakot nagyon szeretem az ő művészetében. Nem tudom, mennyire lehetetlen vállalkozás, hogy egy képet itt az adás ideje alatt megfess. Hát próbálom meg. Meglátjuk, hogy meddig jutsz el, visszatérünk hozzá, de az érzékek további kényeztetésének érdekében átengedlek benneteket a konyhában. Köszönjük szépen. Visszatértünk ide az alkotóműhelybe, Siska Szabó Hajnalkához. Mondhatjuk, hogy el is készült a kép? Hát még nincs kész. Azt azért nem mondjuk? Nincs kész, azt még nem mondjuk, de alakul. Mi hiányzik róla? Hát ilyenkor beszélgetek a képpel, és a kép alakítja önmagát, és lehet, hogy pont az az egy-két ecsetvonás, lehet, hogy egy hét múlva jön meg, amitől kész van. Tehát egy alkotás. Hát, tehát ilyen is van, hogy napokra vagy akár hetekre félreteszel? Igen, van, mikor rögtön kész van, de van, mikor olyan a hangulat vagy a körülmény, hogy érzem, hogy még szükség van valamire, és akkor később fejezem be. És az ihlet hogy szokott megjönni azzal kapcsolatosan, hogy na most mi az, amit lefestesz? Hát mindig van egy belső kép, ami megfog a környezetembe, és abból a környezetből jön egy belső kép, és akkor onnan egy ilyen belső kényszer, a kinyilatkoztatás tulajdonképpen, hogy vászonra fessem az érzéseimet és a hangulataimat is. Úgyhogy ez most egy ilyen tavaszi liget lenne, ahova besüt a nap, a fény, az megújulás, de úgy érzem, hogy még egy pici hiányzik. Majd megérkezik az is. Kellett-e Áronnak segíteni, mert ő is nagyon-nagyon komoly alkotó munkát vitt itt véghez. Itt vannak a művei az asztalon, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 festményt is remekelt itt. Nem nagyon kellett neki segíteni, mert ide jött, megnézett, és kedvet kapott. Tehát ösztönösen festett. De az egyértelmű, hogy a színekkel meghatároztál valamit, amiket te használtál, hiszen ő is ezekkel a színekkel. Igen, ennek örülök, mert biztos, hogy marad egy belső képnek is belőle, és egy reméljük életre szóló élmény. Így mutatunk mintát. Ti próbálkoztatok festéssel? Nem. Hát nem, sajnos az igazság, hogy az én életem, a festés az valahogy azért nem tudok én festeni, mert mindig amikor elkezdek festeni, egyszerűen mindig vagy félre csúszik a kezem, vagy nagyon kényelmetlen, meg hát én is, én csak azt tudom rajzolni, mint a legtöbb ember, aki ilyen átlag ember, például egy pálcika embert egy tankkal. Pálcika embert? Egy tankkal. Egy tankkal. Én kengurut tudok rajzolni, úgyhogy mi nem ugyanabban a rajzklubba tartozunk. Köszönjük szépen, hogy egy picit ide bepillanthattunk a művészetbe.